Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2019. június 5-én szerdán. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Sajtótájékoztató. Betyár Ételfűző Fesztivál. Június 3-án hétfőn polgármester sajtótájékoztatót tartott Herceg Zsolt polgármester úr és Batta Attila Viktor alpolgármester úr, amiben a jelenleg is működő gazdasági társaságokról, cégekről is beszámoltak a lakosságnak. A jegyző úr elkészített egy beszámolót a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal működéséről. Ezért nagyon fontos, ezt minden évben meg kell, hogy tegye. A képviselőtestület ezt megtárgyalta és egyhangulag elfogadta. Ezen kívül nagyon fontos témák voltak ezen az ülésen az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves beszámolója és üzleti tervéről szóló előterjesztések. Elsőként az Italiagro Kft. 2018. évi beszámolójáról tárgyaltunk. Hát sajnos a társaság az továbbra is veszteséges, mínusz 54 millió forint mérleg szerinti eredménye, illetve vesztesége keletkezett 2018-ban. Ugye az önkormányzatunk ebben a társaságban valamivel több mint 5%-os mértékben tulajdonos. A képviselőtestület tudomásul vette a beszámolót, így szól a megszületett képviselőtestületi határozat, és arra kéri az ügyvezetőt, aki ugye Carlo Tiberi, egy olasz partnerünk, hogy készítsen egy olyan gazdasági beszámolót, amelyből az látszik, vagy az tűnik ki, hogy a társaság, illetve az ügyvezetés milyen intézkedéseket kíván megtenni a következő hónapokban, években, hogy ez a veszteség ez megszűnjön. Egyébként a cég működik, a működését a fő tulajdonosok folyamatosan biztosítják. Ugye önkormányzatunk részéről, hogy annak idején ez a durván 5 hektáros terület került be a portálásra a cégbe, így vagyunk tulajdonosai. Mi a magunk részéről azóta természetesen egyetlen egy forint hozzájárulást nem adtunk, és nem is szándékozunk a jövőben sem, ezt már többször kifejtettük, ezt a szándékunkat. A többi tulajdonostól várjuk azt, hogy a cég működése az folyamatosan biztosított legyen. A múlt héten egyébként a társaságnak volt egy taggyűlése, ahol ugye többek között ez volt a napirenden ez a téma. Én ott tolmácsoltam a tulajdonosok részére az önkormányzatunk kérését. Természetesen azt az ígéretet kaptuk, hogy ezt az anyagot minél hamarabb el fogják készíteni, és az önkormányzatunk részére átadják. Nevezetesen ugye arról van szó, ismételten, hogy hogyan képzelik el, hogy a társaság eredményei folyamatosan javuljanak. A többi gazdasági társaságnál már ugye olyan tulajdoni viszonyokról beszélhetünk, ahol az önkormányzatunk a teljes tulajdoni hányadot birtokolja, tehát 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társaságokról beszélhetünk. Az első ilyen a Mezőtúri Turizmus Fejlesztési Kft., amely az elmúlt évben lett létrehozva, megalapítva. A társaság elmúlt évi mérlegéről és az ez évi üzleti tervéről tárgyaltunk. Megállapítható, hogy az ügyvezető úr rendkívül agilis, nagyon sok új rendezvény került megtartásra, és én úgy értékelem a képviselőtestület tagjaival együtt, hogy ezek mind színvonalasak voltak, és természetesen emelték az önkormányzati rendezvények színvonalát, a városunk társadalmi életének a pezsgését teljes mértékben elősegítették, úgyhogy mindenképpen új értékek kerültek a palettára. A testület egyhangulag elfogadta az előterjesztést, tehát mind az éves beszámolót, mind az üzleti tervét a társaságnak.
A következő gazdasági társaságunk a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Profit Kft. Volt, ugyanezek a témák, előző évi beszámoló és a 2019. évi üzleti terv. Itt is megállapítottuk, hogy alapvetően a társaság hatékonyan működik, ami ugye a gazdasági értelemben értendő, és ami a tevékenységét illeti, ott is megállapításra került, hogy az általa szervezett rendezvények ugyancsak jó színvonalon valósultak meg. Ugye a társaság működteti a Városi Sportcentrumot, ott is folyamatos fejlődés tapasztalható, és nem utolsó sorban ugye rendben, ezt tapasztalhatjuk folyamatosan. Tehát itt is, ennél a társaságnál is. Nem sorolom fel az összes tevékenységét az időrövidsége miatt, de összességében azt a következtetést vonta le a tulajdonos önkormányzat, a képviselőtestület, hogy alapvetően rendben mennek a dolgok, eredményesen gazdálkodott, tehát itt is az előterjesztést, a határozati javaslatot azt a képviselőtestület elfogadta. Következő társaságunk a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. Volt. Ez a társaságunk viszi az önkormányzati projekteket, durván megközelítőleg 20 darab projekt fut most jelen pillanatban, és hát természetesen az olyanokról, amiről néhány perccel ezelőtt beszéltem, hogy pályázatot adunk be, ott is a társaság közreműködik, elkészíti a vonatkozó anyagokat. Itt is eredményességről beszélhetünk. Az, hogy ugye mindig el szoktam mondani, hogyha az önkormányzati projektekről beszélek, hogy nem vagyok maradéktalanul elégedett, az elsősorban nem a kollégáimnak szól, hanem annak, hogy az elmúlt években a pályázatbeadása óta rendkívüli mértékben megdrágultak az építőanyagok, a bérfejlesztések, béremelések következtében jelentős mértékben emelkedtek a kivitelezési díjak, és hát ennek megfelelően nekünk ehhez igazodni kell, hiszen nem szeretnénk azt, hogy a projektek megvalósításához tetemes plusz forrást rendeljünk hozzá. Ilyenkor olyan lehetősége van egy önkormányzatnak, hogy a műszaki tartalom módosításával próbálja a bekerülési költségét az adott beruházásnak csökkenteni. Ezt ugye minden esetben megtesszük. Hát így fordulhat elő az, hogy a turisztikai pályázatunknál már harmadik alkalommal terveztettük újra a projektet. Ez egyébként, ez a tervezési folyamat is lezáródott, és majd fogok beszélni még ezen a testületi ülésen, ez a téma is napirenden volt. Tehát visszakanyarodva a Kft. Elmúlt évi tevékenységéhez, az ő munkájukat is megfelelőre értékelte a képviselőtestület, és az üzleti tervét is elfogadta, úgyhogy itt is tulajdonképpen egyhangú döntés született. És végül, de nem utolsó sorban, a legnagyobb gazdasági társaságunk beszámolóját és üzleti tervét is megtárgyaltuk, ez a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlan Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Hát itt is alapvetően ugye elégedettségüket fejezték ki a képviselők. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy nincsenek problémák, hiszen olyan nagy tevékenységi körrel, kiterjedt feladatkörrel rendelkezik a társaság, hogy nyilván túlzás lenne azt mondani, hogy mindig minden rendben van, olyan nem volt, nincs és nem is lesz soha. Tehát mindig lehet azért kritikákat megfogalmazni, de nyilvánvalóan azt látjuk az ügyvezetés részéről is, és a kollégák, a dolgozók részéről is, hogy a szándék megvan arra vonatkozóan, hogy lehetőleg minél magasabb színvonalon lássák el a feladataikat. Úgyhogy itt is ennél a társaságunknál is a képviselőtestület ugyancsak egyhangulag fogadta el a beszámolót és az üzleti tervet. Június 21-től 23-áig tartják meg a 14. Alföldi Betyár Ételfőző Fesztivált és a Kárpát-medencei Betyárok találkozóját. A részletekről Keresztes Péter Pál, két pókösség polgármestere nyilatkozott stábunknak.
Az idei évben is lesz két pón alföldi betyárételfőző fesztivál. Az idei rendezvényről, a soron következő rendezvényről mit tudhatunk? Idén 14. alkalommal rendezünk meg az alföldi betyárételfőző fesztivált, nagyon nagy sikerrel, mindig nagyon nagy előkészületek vannak a fesztivál előtt, most is folynak jelen pillanatban a hatósági engedélyeztetések. Az idejében is készülünk nagyon sok programban, természetesen az idei évben is az előző évekhez sok minden nem változik, tehát arra gondolok, hogy minden gyerekjáték ingyenes lesz. Az ugrálóváron kívül lesz lézerlövészet is most a gyerekeknek ismét, meg hát olyan programok, ahol a gyerekek, olyan játékok, ahol ki tudnak a gyerekek kapcsolódni, és a gyerekek mellett természetesen a szülők, a fiatalok is fontosak, és az idősebbek is természetesen, minden korosztályra gondoltunk. Én szemezgetnék most, egy picit puskázunk, kezdünk például 15 órakor pénteken egy betyárviaskodóban. Én azt szeretném kérni itt a televízión keresztül, akinek van lehetősége, és ki tud jönni két óra már pénteken 15 órakor, jöjjön ki egy kis 5-6 fős csapattal, és tényleg olyan népi ügyességi játékok lesznek. Én is már tavaly évben részese voltam ennek a gyermekeimmel, meg a családtagokkal részese voltam ennek a versenynek. Higgyék el, egy felejthetetlen élmény, és ezután következnek majd a koncertek. A pénteki nap már találkoznak a látható az Oszciánnal, de lesz pokógép, Dariada koncert is. De hát a szombati napon is eleve már 10 órától gyerekműsorral kezdünk, délben jó ebédhez szólna, és az egész nap olyan felhőtlen kikapcsolódási lehetőségek lesznek itt a településen, ami azt mondom, hogy itt két vonát, hogy együlönálló. A szombati nap szoktak főzőcskézni az ide látogató. Nagyon sok visszatérő vendégünk van, és aminek nagyon örülök, és arra kérnék mindenkit, hogy itt a www.kpop.hu-n vagy a Facebook oldalon az Alföldi Betyárételfőző Fesztiválon lehet találni telefonszámot. Jelentkezzenek be. Nem azért kellene bejelentkezni, mert nevezési díj nincsen, hanem minden évben szoktam biztosítani fát a főzéshez. És akkor nagyjából tudjuk azt, hogy annyit szoktam megkérdezni, milyen ételt főz, és van-e szükség esetleg gázzal vagy fával főz, de minden évben meg szoktuk oldani, hogy elegendő mennyiségű fát szoktunk biztosítani a főzőknek. És remélem, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és hát aki meg ide látogat, annak meg mindenkinek jó szórakozást kívánok. Arról esetleg van-e valamilyen adat, hogy mennyien szoktak ilyenkor eljönni két póra? Hát én mindig egy kicsit szerényen szoktam erről nyilatkozni, hogyha azt elmondom, hogy a tavalyiban is a három nap alatt a 8000 autót parkoltattunk, akkor abban mindenki ki tudja körülbelül számolni, hogy hányan szoktak ide látogatni a településünkre. Én azt gondolom, hogy ebbe az évben is reménykedünk abban, de minden évben rendben, csendben le fogod zajlani ez a rendezvény. Tényleg ide szeretnek kihozni hozzánk az emberek. 300 garnitúra sörpadot szoktunk rendelni direkt azért, hogy itt mindenki kényelmesen ne tudjon délben vagy a nap folyamán bármikor ülni. És mondom, itt a gyermekjátékok is, a gyerekek a legfontosabb, a családok, és azt gondolom, hogy mindenki, aki ide látogat, az pedig, hogy jól érezze magát. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túr Hírmondó című műsorunkat látták. Friss híreken majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok! A viszontlátásra!